Jó napot kívánok! Jeffrey Evans vagyok. Leesett a hó, lefagyott minden, csak úgy repkednek a mínuszok. Gondolkodott már rajta, hogy milyen kibaszott hideg van? Biztosan önnel is megesett már, hogy szatírkodott volna, de nem volt nagy ballonkabátja, és odafagyott a fityája a lámpaoszlophoz. Nesz, mondta hülye, a másikat! Biztosan önnel is megesett már, hogy egy szál faszban flangált Paletóbé utcáin, de mivel nem volt pénze kabátra, így beállt a hipotermia, és hínokinyörgöz fagyott hára! Biztosan önnel is megesett már, hogy egy olcsó és dizájnos kabátot szeretett volna, de nem volt rá pénze. Vagy lehet, hogy megvette, de az hamar elszakadt, megkopott, és még csak nem is volt eléggé meleg. Egyszerűen nem találja az igazit. Ne keressen tovább. Mi elhoztuk önnek a megoldást. Itt az új Jeffrey's kabát. Jeffrey's kabát! Ez a kabát tűzálló. Kés és golyóálló. Továbbá a többi mint 1000 fokos hőterhelést is kibírja. Mindemellett pihepuha, és még melegen is tart. Várjanak, ne kapcsoljanak el. Elhoztam önöknek egy kihagyhatatlan ajánlatot. Csak most, csak önnek. Önné lehet a Jeffrey's kabát, mindössze. Tök ingyen! Micsoda? Tök ingyen! Igen, jól hallotta. Tök ingyen! Nincs más dolga, csak hívja fel a képernyőn látható telefonszámot, és rendelje meg most. Ja, mégsem. Csak menjetek fel a VanRP szerverére, írjátok be a per Jeffrey parancsot, utána keressétek meg az inventoritokba a kabátot, és vegyétek föl. Sziasztok srácok, itt Jeffrey. Az utolsó VanRP-s videó 2 hónapja jelent meg a csatornán. Te atyaig, az hagyjám, de az utolsó számozott VanRP-s rész, ami nem kapcsolódott a Halloween-i eventhez, az több mint 3 hónapja jelent meg. Édes Istenem! Semmi vész? Elhoztam nektek egy újat. Eléggé meguntuk már a párommal, hogy hajléktalanként tengetjük a mindennapjainkat a szerveren, szóval elhatároztuk, hogy vásárolunk, ha nem is egy házat, de valamilyen ingatlant, és akkor mégsem hívhatnak minket csövesnek. Nézzük! Ahogy látom, egyre többen próbáljátok ki a szervert, 18 ember van bejelentve a farmer munkához, ami eszméletlen sok, és legalább 4 kezdőt láttam a közelben. Először is bemegyünk ide a városba, és megnézzük, hogy hát itt biztos, hogy lesz ATM, de megnézzük, hogy a közelébe van-e eladó lakóautó, mert ha van, akkor érdemes lenne itt venni egyet. Ez közel van a munkához, szóval nem kell messze mennünk. Itt vannak is lakóautók. Ott van is egy eladó bent, ahogy láttam. Ugye megnézzük. Ilyen kis elegánsba vágta magát az asszony, nézzétek. Szerintem egy 20 000 dollár elég lesz. Leveszem én is a pénzt. Bankkártya. Jelentkezünk, és leveszek egészen pontosan 15 000 dollárt. Hát azért nem ilyen sokat. 15 000 elég is lesz szerintem. Ezt a kis csöves lakókocsit néztük ki magunknak. Budgetba pont belefér. Jó lesz, 25 000 dolcsi. Úgyhogy szerintem ezt most gyorsan meg is vesszük. Ide a mellé meg köré tudunk pakolni autókat amúgy, szóval ez így kényelmes, jó lesz ez. Tényleg nagyon közel van a farm, ennél közelebb nem hiszem, hogy nagyon találnánk. Aztán lehet, hogy mégis. Na hát akkor az én nevemben lesz a pecó. 25 000 dolcsiért, jó, hát kívülről nem valami patika. De most első ingatlannak tök jó. Ha a későbbiekben el szeretnénk adni, akkor biztosan sikerülni fog. Meg eladjuk az asszony verdáját is. És átadott 10 000-et. És... megvesszük. Figyelj! Nem szar ez. Van fasz a kilátás, bár azt nem tudom, hogy hova, de legalább vannak rajta ablakok, ami tök jó. Megteszi egyelőre. Nem rossz. Szuper! Akkor van egy pecónk, a főadi szállás. Várjál. Elmegyek szarni. Utána meg le tudok tusolni itt a zuhanyzóba. Hát ez tök fancy. Hoppá, van ágy is. A tévét már bebasztam egy sörös üveggel. Majd venni kell egy újat. Ez a zöld neon kibassza a szememet.
Szerintem leszedem. Nem megy. Wow! Micsoda a seggek! Ott az. Mutat is, Pali. Kis kujon. Gyere, főzzél valamit. Inkább rendeljünk pizzát. Jobban járunk. Gyere, avassuk fel az ágyat. Figyeld, azt, hogy magasabb, mint én. Azt a kurva, jó, sokkal magasabb, mint én. Ilyenrel 185 centi vagyok, azt, hogy meg 155. Van egy buli a városban, elmenjünk? Hogyne. Nincs itt senki. Az új kérohoz valami fasz a berendezés is dukál, de mivel nem berendezhető az inti, így sajnos eléggé korlátoltak voltak a lehetőségeink. Mivel előtte nem sokkal elmentünk egy kicsit mágnes horgászni, és volt egy csomó cuccunk, úgy gondoltam nem lenne rossz, hogyha azt le tudnánk pakolni valahova. Aztán kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha legalább vennénk bele egy ilyen szekrényt. Abba lehetne pakolni, és egy nagyon minimális dekorációt is jelentene. Bemegyek a vegyesboltba. Aztán megnézzük, hogy mit tudunk venni. Most már talán egy kicsit több pénzünk van. Walkie-talkie, esernyő, workbench. Lerakható szekrény. Feszítővas. Meg hát ugye a kötelező dolgok. Kis mágnes, nagy mágnes. Kötszer, cigipapír, minden van. Kaját még soha nem craftoltunk. Mindig megvettem a croissant, aztán kész. Hát most sem lesz másképp. Ja, meg veszek le pénzt. És veszünk egy ilyen szekrényt. Bár nem tudom, nem biztos, hogy van pénzem. Megnézem, hogy... Oh, köszönöm édesem. Megnézem, mennyi pénz van. Számlámon. Bankkártya. Mínusz 50 dollár. Íííí, hát ez karcos. Jó lesz. Tehát konkrétan a kezemben látható összeg az összes pénzem. Ettől a hajléktalan forma fószertől vásárlunk egy polcot, lerakható szekrény. Megnézzük, hogy mire lehet ezt felhasználni. Jó drága. Tekintve, hogy 20.000 dollárért vettük a lakóautót, ami azt jelenti, hogy 10.000 dollárra kerül csak többbe az ingatlan, amiben lakunk, mint az, amit most vettem bele. Na menjünk, aztán rakjuk le bent. Fogalmam nincs, hogy hogy működik. Elképzelésem sincs. Oké. Okay. Szerintem ide simán rakhatjuk. Gondolom valahogy így működik a történet. Szerkeztek egy jobb... Micsoda? Mi a faszom ez? Úristen. Ez ilyen nagy. Te ezt el lehet tudom rakni erfésen. Tudjuk mozgatni. Fölemelem. Tudjuk forgatni, de olyan picik az ikonok. Alig látom őket. Miért? Aha. Hát jó. De ez rohadt nagy. Ezt a falra kéne rakni, nem? Ja, hogy ő is tudja szerkeszteni. Vagy ez mi? Most mi folyik itt? Valaki mondja már nekem. Úristen. És a másik oldal az amúgy jobb, tehát ott... Nem, az full üres. Akkor én rafkós leszek, és ezt elforgatom. Oldalasan. Aha, így. Aztán meg így. Jó, addig jók vagyunk. Helyezzük be oda. Rossz az, aki rosszra gondol. Az alsó kettő nekünk bőven elég amúgy. És gyönyörűen odébb hozom.
Ja, hogy ez csak ilyen hülye lehet mozgatni. Oké. Okay. Hatalmas ez a bútor, Peti. Jézus Isten. Legend Urmának üzenném, hogy hatalmas ez a bútor. Nagyon nagy. Ráadásul nem is lehet normálisan forgatni. Mi folyik itt? Hogyan mozog ez? Kínlódás az egész. Be kell oda sakkozni, figyeld. Jó van, jó lesz így szerintem. Annyi, hogy kicsit emelek még rajta. Mozgatás. És fölfele szeretném mozgatni. Amit így tudok megtenni. Jó, így lesz. Mentés. Szekrény kinyitása. Hoppá, gyerekek! Ennyi. Beraktam, de az IKEA-s bútort könnyebb volt. Mi lenne, aki pakolnánk pár házat? Ha nyitva marad, akkor kihozzuk belőle a dolgokat. Biztosan van, aki nem zárja be. Menjünk el a boltba, és vegyünk fekete ruhát. De nincs nálunk pénz. Mennyi pénz van nálad? Van nálam egy kés, de nem akarom használni. A legrosszabb esetben, hát rábaszunk. Gyerekek, vegyünk, aztán megpróbálunk kipakolni egy-két házat, hát ha valóban be tudunk surranni, és sunyiba. A következő részből kiderül, hogy mi lett a betöréses, besurranós lopásunknak az eredménye. Ez a videó viszont ennyi volt. Én Jeffrey voltam, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, és szeretnétek még látni hasonló tartalmakat, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogy én is lássam, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Kövessetek be Instán, ha kíváncsiak vagytok háttértartalmakra, és szeretnétek hamarabb értesülni az új videókról. Lájkoljátok a Facebook oldalamat is, link a leírásban. Ha bármi kérdésetek, ötletetek vagy hozzáfűzni valótok van, akkor nyugodtan írjatok egy kommentet alulra. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, Jeffrey voltam, sziasztok!